Juhos Ferenc. Sok éven át közszereplő, az egyik legnagyobb felvidéki község polgármestere. Nevéhez fűződik a Nátszegi Sorház program, a településen működő hospice létrehozása, és emlékezetes a helytállása a 2006-os árvíz idején. Mindent, amit létrehozott, és mindent, amivel foglalkozott, fontosnak tart személyisége fejlődésének szempontjából. Az állandó változás és a töretlen előrehaladás feltétlen híve. Nátszegen született, gépészeti, majd jogi tanulmányokat folytatott. Ma már a nagyapai teendők is szerves részei életének. A közéleti feladatok mellett irodalommal is foglalkozik, eddig 3 kötete jelent meg. Munkájában kalkuttai Szent Teréz egyik gondolata vezeti. Egyedül nem vagyok képes megváltoztatni a világot, de követ tudok dobni a vízbe, hogy fodrozódjék. És akárcsak ő, nem nagy dolgokat akar véghez vinni, hanem kicsiket. Nagy szeretettel. Eddigi élete és munkája során sok érdekes emberrel találkozott és épített ki jó viszonyt. Mindannyiuknak vannak történeteik, amik izgalmasak, tartalmasak és tanulságosak lehetnek mások számára. Ez adta az ötletet a történetek közzétételére könnyen elérhető, bármikor visszanézhető alakban. Az elhangzó beszélgetések nem róla, az ötletgazdáról szólnak, még csak nem is kizárólag a beszélgető társról, hanem rólunk, mindannyiunkról. Az elkövetkező hónapokban rendszeresen készülnek majd a műsorok. A stúdióba fokozatosan érkeznek majd régi és új ismerősök, főleg felvidéki magyar művészek, értelmiségiek, sportolók, vállalkozók, diákok, közismert és hétköznapi emberek egyaránt. Néhány ismert anyaországi személyiség is ellátogat majd a stúdióba. A beszélgetéseknek nincs előre meghatározott terjedelme. Minden történet elmesélhető, minden gondolat kibontható ebben a közegben, türelemmel a szavakhoz, a beszélgetéshez. Bennünket. Mai stúdió vendégem Jakubcsek Gabriella, szerettel és kellő tisztelettel köszöntöm, és örülök annak, hogy elfogadta a mai meghívást, és örülök, hogy újra találkozhatunk, talán 2 évvel ezelőtt volt alkalmunk találkozni. Bizony, és ez nagyon kellemes volt nekem, úgyhogy örültem, amikor hívott Ferenc. Én is örülök, hogy itt van. Milyen volt az útja? Ilyen gyönyörű utat, tehát ez a repce, ahogy most virágzik, és jöttem végig, és olyan boldog voltam, tehát valahogy azt hiszem, hogy olyan kis utakon, nem autópályán, szóval nagyon, én nagyon élveztem most a lejövetelt, nagyon jó volt. Azért ott hozzánk? Igen. Köszönöm szépen. Hát ahogy a forgatókönyv ír, és mondtam önnek, hogy a rendkedvére elmondok egy rövid életrajzot, annak ellenére is, hogy ön nagyon sokan ismerik. Budapesten született, a Kölcsey Ferenc gimnáziumban érettségizett, 81-ben fölvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára, egyetemre, ahol 2 évig tudott csak lenni, hiszen azt mondta, hogy hát én
belőlem nem lesz jó színész. Igen. Azután ott hagyta. 84 és 90 között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult, 90-ben fejezte be a tanulmányait, utána a Magyar Újságírók Országos Szövetsége újságírói iskoláját végezte 90 és 91 között. 91 és 92-ben Párizsban a Nemzetközi Újságíró Iskolán tanult. Televíziós karriert majdnem mindenki ismeri, de az MTV-nél kezdődött 1990-ben, majd a 90-es évek végén megjelent a kereskedelmi csatornák, és ön a TV2 családjához csatlakozott. Olyan műsorokat vezetett, mint a Lucifer, a Multimilliomos, és sorolhatnám tovább, és ő vezette, vagy ön vezette a TV2 jubileumi műsorát, amikor 10 éves volt a TV2. 11-től a Magyarország szeretlek műsorában főszereplő volt, utána 13. március 18-án indult a Ridikül, ami nagyon jó, a nézettsége is jó volt, és itt Szlovákiában is rengetegen néztük, akkor még a Ridikült. Utána valahogy átkerült az ATV-hez, ahol a mai nap is dolgozik, a Jakubcsek Pusz és az Éjszaka Végszava műsorát vezeti. Nem csak tévézett, volt rádió is közben. 98 és 2002 között a Danubius Rádiónál a Cappuccino Tripa című műsort vezette, és több könyve is megjelent. Tehát volt ideje arra is, hogy közben írjon. Talán gondolom, amikor megpihent, akkor írt. De vannak elismerések is. 98-ban ön volt a legnépszerűbb női műsorvezető. 2007. május 13-án az Európai Bálán vette át a Pro Európa kitüntetést. 2015-ben a Magyar Szakszervezeti Szövetség Művészeti Díját, és 2016-ban pedig a Antistigma díj tulajdonosa lett. Két fiúgyermek és egy lánygyermek édesanyja, nem titkolja, két unokája van, bizony, ami még mindig csinos Jakubcsek Gabriellának. Olyan jó volt, hogy így végigvettem, mert most így hirtelen én is egy picit memorizáltam. Ha esetleg valami kimaradt. Rengeteg minden maradt ki, de nem a lényegesek. Tehát ugye minden helyen, ahol voltam, egy-egy műsort említettünk meg, de azért én nagyon hűséges szoktam lenni, tehát én hosszú éveket vagyok, vagy voltam egy helyen mindig egy intézménynél. Ma már azért nem ilyen kegyes a sors, hogy ilyen 10 éveket lehessen, meg 5 éveket, 6 éveket egy helyen eltölteni, és abban nagyon sok műsor volt. Hát akkor kezdjük is az elején, vágjunk bele a beszélgetésünkbe. 2 év után ott hagyta az egyetemet. Miért történt ez, mikor azt mondta, hogy én nem vagyok való színész? Nekem a szívem vágya volt, hogy a Színművészeti Egyetemre felvegyenek, ugye azért ebbe az időszakban, amit ön is említett, Ferenc, azért nem nagyon volt még televízióban női szerep, hogy bemondónők voltak, de az a fajta funkció, amit én valójában azóta is képviselek, az a szakma még akkor nem volt. Volt politikai riporter, tehát a Balog Maria, a Szegvári Kati, és voltak a bemondónők. Tehát ez nem volt egy olyan nagyon vonzó pálya, ott inkább a férfiak arattak, a vitrai időszak volt ez. Úgyhogy mindenki színésznő akart lenni, mert az egy megbecsült szakma volt. Azzal foglalkoztak az újságok, az volt az igazi sztárkultusz, mondjuk ki. Na és akkor én felvételiztem, tulajdonképpen elképesztő szerencsével Rögvest fel is vettek, pedig akkor egy évfolyamra 800-an jelentkeztek. Nem annyi, mint most, hanem 800. Azt akarom mondani, 800-ból a 10-12. Helyen volt, az nem szerencse. Nem. Nagyon, nagyon komoly munka volt abban. Kordis Mihállyal készültem fel a felvételére, és miután nagyon más csináltam, mint akkor szokott volt, és a Zsámbéki Gábor, Székely Gábor Major Tamás osztályába jártam, Major Tamás utolsó osztálya voltam, ezért én nagyon szerencsésnek is mondhattam magam. Bár az első évben nagyon nehezen viseltem, a terhelést is nagyon nehezen viseltem. Megmondom őszintén, hogy én nem raktam messze a főiskolától, de nem jutottam haza. Tehát a busz 11 órakor mindig elment, és én reggel kezdtem 7-kor, és volt olyan, hogy még hajnali 2-ig próbáltunk. Én rettenetesen legyűrődtem egy fél év alatt, tehát ez valahogy nekem, én ehhez túl kiegyensúlyozott lány voltam, hogy így mondjam. Ezt most csak így utólag próbálom megfogalmazni. Hogy Major Tamást említette, talán volt gondja a maga S betűjével. Igen, nagyon, nagyon sokat kellett tanulnom az S-sekkel, de ugye nekem ilyen karakteres S-seim voltak, tudok rendes S-seket is mondani, és majdnem 2 évig Ságodi Gabi barátnőm, aki akkor fiatal beszédtanár volt a főiskolán, ő kapott meg engem,
És mi annyira jóba lettünk, tehát fiatal tanársegéd volt, hogy minket azóta is egy életre szóló barátság köt össze, és a Gabi megtanított engem rendes esseket mondani, és azt mondta, hogy bemutatjuk a beszédvizsgán, és utána felejtsem el, mert a karakteremet öli ki, hogyha én elkezdek ugyanolyan módon szépen beszélni, ahogy mások, a bemondónők. Úgyhogy ez is egy küzdelmem volt, de valójában sokkal inkább az volt a bajom, hogy én nagyon nehezen bújtam másnak a bőrébe, és akkor azért ugye az ember, bár 20 évesen még nem tudja ezt megfogalmazni magának, de azóta már tudom, hogy én tulajdonképpen magammal vagyok jóba. Én nem nagyon tudok Júlia lenni, meg Kapuletnél lenni. Tehát egy picit ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen, nem csak nagyon szenzibilisnek kell lenni színésznek, hanem bizony nagyon, hogy mondjam, változni képesnek. Én tehát meg én elég... Gabrielának akart maradni. Igen, és én ma is az vagyok, tehát én igazából nem nagyon tudom magam kicserélni, vagy átadni. Tehát ez egy másik képesség. Utazunk Párizsba, 91 és 92-be, ahol úgy tudom, hogy ott élt a köröszmama, igen, aki mindig fes és jókarban volt, mert azt mondta, hogy még 70 éves kora fölött is úgy néz ki, mint Greta Garbo. Igen. Ez ő egy meghatározó pillanat mondott önnek. Csodálatos. Igen, ő egyébként nagyon érdekes talán a történelemben, ezt már furcsa, amikor így mondom, valamelyik nap a kislányom, itt a háborúról beszélgettünk, vittem az iskolába, és mondtam neki, hogy de hát a vietnámi háborúban, hogy megviselődtek ugye azok az amerikai katonák, akik a civil lakosságot kellett, hogy megtámadják, és ennek kapcsán próbáltam neki egy picit az ukrajnai helyzetről mesélni. És akkor a kislányom megkérdezte, de hát mama, hát a vietnámi háborúban még lehet, hogy kardoztak. Mondtam, álljunk meg egy pillanatra azért, tehát hogy mennyire nem tudják az éveket, igen, csak hogy meg, tehát hogy micsoda időzavar van. Na tehát visszabugrom csak a történet lényegre, hogy 1919-ben emigrált az én keresztanyám Magyarországra. 1919-re, tehát az őszi rózsás forradalom időszakában, amit mi már csak a történelemből, mi nem, de mondjuk akikhez beszélünk, elképzelhető, hogy már csak a történelemkönyvekből tudnak, hogy ezt nagyon hamar leverték, és akkor ő, mint a baloldalnak az egyik képviselője, őnek is menekülnie kellett az országból, és akár hátára kötötte az akkor pár hónapos gyerekét, és elindult gyalog Franciaországba. Ez a gyerek meghalt, ő volt a Gabriella, innen kaptam én a nevem, ő eljutott Franciaországig, és ott egyébként haláláig baloldaliként a Shell-nél dolgozott. Szeretném mindig hozzátenni, hogy az a baloldal, meg az a baloldal, amit mi ismerünk, megismertünk, a között köszönő viszony nincs, és amikor az 50-es években Sztálin idők után egyszer csak hazajött, és azt mondta, hogy na hát, akkor itt építik a kommunizmust, akkor neki itt a helye. Hazajött, ott hagyott minden Párizsba, és 4 hónapot töltött itthon, és azt mondta, na ez nem az, amiért hazajött, és visszament. Úgyhogy, tehát azért mondom, hogy minden relatív, tehát ő egy nagyon karakán, egy nagyon magának való nő volt, akit én már kamaszként ismertem meg, mert ő minden évben hazajött, amikor persze azt az akkori rendszer engedte, 3 évente leginkább. És amikor már úgy enyhültek a szelek, és én már kamasz voltam, akkor engem évente kivitt, és kimehettem Párizsba, de hát persze úgy, hogy a család itthon maradt. Ugye aha, akkor igen, emlékszik, nem engedtek mindenkit, persze. Azért talán sokaknak el kell mondani, hogy ott olyan nem nagyon volt, hogy egy egész családot egyszerre kiengedjenek, úgyhogy az én családom úgy döntött, hogy engem küldők maradnak, vagy ők mennek, és én maradok. És akkor nekem volt alkalmam kamaszként már a keresztmamához Franciaországba járni, és hát innen jött az, hogy én megpályáztam rögtön a 90-es években, amikor már lehetett érezni a rendszerváltozás szelét, akkor, illetve hát már bekövetkezett ugye 89 után, akkor az első ilyen külföldi ösztöndíjat én megpályáztam és elmentem. Tehát akkor ön Párizsban rengeteg tapasztalatot is gyűjtetett. Igen, tulajdonképpen én ott tanultam tévézni, hogy őszinte legyek. Ott más volt a tévézés? Akkor, mint Magyarországon? Hát akkor ott már kereskedelmi tévék voltak, nálunk még nem voltak. Tehát ugye én a közszolgálati tévét ismertem csak, ott is asszisztens voltam, mint egyetemista, tehát ott én már belekóstolhattam abba, hogy milyen is egy kereskedelmi televízió, sőt nem egy, hanem 3, meg 4, meg már volt művészeti csatornák voltak, tehát ott sokkal-sokkal előrébb jártak, mint mi. Ön azt mondta egy alkalommal, hogy ott már kamerával ment. Igen, ott már, amikor én ott voltam, és gondoljuk, ugye mondta az évszámot, ez 92, akkor már az volt a gyakorlat, hogy odaadtak egy kamerát, az embernek ki kellett menni az utcára, föl kellett venni egyedül, operatőrként, riporterként, azt meg kellett vágnia,
és bemutatni estére. Hát nálunk akkor még 8 fős tábok mentek forgatni, kis busszal. Még egy kérdés a színművészeti főiskolához. Hogy értelmez ezt a varga betűt? Azt a két hát akkor rosszul, amikor ott hagytam, akkor azért az egy kényszerdöntés volt, én mindig elmondom, ha én nem hagyom, ott lehet, hogy kirúgnak. Tehát azért ez egy közös megegyezés volt. Az igaz, hogy amikor én már el akartam jönni, akkor az volt a megegyezésünk Major Tamással, hogy még adnak egy fél évet, szedjem össze magam, gondoljam át a dolgot, és én mondtam, hogy akkor el keresztfél évbe felvételiznék a bölcsészkarra, és miután oda fölvettek, ez egy könnyebb döntés volt ott hagyni a főiskolát, mert én már úgy hagytam ott a főiskolát, hogy nekem már megvolt a helyem az egyetemen, tehát én júniusban ott hagytam a főiskolát, és szeptemberben beültem a bölcsészkar első év folyamára, tehát inkább csak a saját kudarcom volt, de valójában nem volt egy akkora, két évet nem vesztettem, hanem nyertem, mert az én pályámon az a két év az egy adomány volt. Hát ez olyan lehetett, mint a katonaság a férfiak számára. Hát annál kicsit azért jobb volt szerintem, de utólag visszanézve nyilván borzasztó sokat tanultam én ott, és nagyon nagy kapcsolatrendszerem van azóta is. Tehát a színész világban, ugye a mi évfolyamunk, meg az alattam, fölöttem lévők, hát ez azóta is egy életre szóló kapocs. Ön nagyon sok éve van a pályán, 25-30 éve. Hát 30 lesz az mindjárt. Erre nem volt képes sem Vitrai, sem Kepes, sem Friderikusz. És manapság látjuk, hogy a fiatalok jönnek, mennek a képernyőn. Miben rejlik ennek a titka, hogy vagy egyáltalán van titok, hogy még... Nem hiszem, hogy van titok. Leginkább én nagyon szorgalmas vagyok, azért ezt szeretném hozzátenni, tehát én nagyon sokat dolgozom, vagy hogy mondjam, maximalista vagyok. Más is, tehát sokan vannak, akik hasonlóak, de én szerintem az átlagnál többet dolgozom, vagy dolgoztam mindig, és mindig hajtott a kíváncsiság. Ez az egyik része. Tehát a munka mennyiség az mindig, hogy mondjam, előrehozott engem a másokkal szemben, mert mire ők észbe kaptak, én már ott voltam. Ez volt az egyik. A másik, ami szerintem egy érdekes dolog, hogy valami olyan műfaj, tehát az a műfaj, ami a talk show tulajdonképpen, és abban is a civil talk show, az abban én mondjuk úgy, hogy szinte műfajteremtő voltam. Ugye a Vitrai csinált már talk show-t, de ő az face-to-face, ahogy mi beszélgetünk, beszélgetéseket csinálta. De ezeket a komplikáltabb amerikai talkshow-kat akkor kezdték el a 90-es években, több vendég, egy téma, balhé, tehát aminek már dramaturgiája van, és én voltam az első, aki ezt csinálta. Most megint egy érdekes helyzet van, mert most elkényelmesedtek a televíziók, most a nagy show műsorokat csinálják, de tulajdonképpen a talkshow-kkal teljesen leálltak. Úgyhogy inkább most az a kérdés, hogy az, amiben én igen otthon érzem magam, az mikor jön vissza. És mi ennek az oka, hogy leálltok? Munka. Sok munka van benne, és nem azt a munkát, másfajta munkát tesznek be, tehát produkciókra helyezik a szórakoztatást, csak és kizárólag a primer szórakoztatás az, ami tehát valójában ebből is fogad a jövésmenés? Igen. Ebből is van a jövésmenés, hogy szereplőket keresnek valójában, aha, nem tartalmat. Tehát nem akarják megváltani a világot, bohockodás, szórakoztatás. Ezt nem negatív értelemben mondom, hanem inkább hiányként mondom, mert szerintem a televíziónak az a dolga, hogy ilyen is legyen, meg olyan is legyen. Tehát egy talk show-nak nem abban a műsorsában van a helye, ahol egy szórakoztató műsornak, de hogy ne legyen helye, azt a civil emberek nevében fájlalom. Mert ma, ha nem a hírekbe kerül be valaki, mert elütötték, leütötték, vagy börtönbe megy, akkor nem kerül be. 80%-ában nem is hallunk olyan dolgokra, amire hallani kellene. Bizony. Az a 20% talán nagyon kevés, vagy ma annyi sincs? Már annyi sincs szerintem. Most, ha végignézem a televíziókat, és azt keresem, hogy mondjuk közérzeti talk show, amit a Jakubcsek Pluszban csináltunk, van-e valahol, akkor elmondom, nincs. Tehát olyan, ahova civil ember bemegy, és akár beszélgethet, akár vitatkozhat, akár a nézőpontját elmondhatja, szórakoztató vagy komolyabb formában, mert ezt is lehet így is, úgy is, olyan most nincs. Szóval ez hiánycikké vált. Most vált igazán hiánycikké. Tehát a Jakubcsek Pluszsal kiálltunk egy éve, és ma akkor se értettem vele egyet, hogy ebből egy esti műsort fabrikáljanak, mert se nem esti, se nem délutáni, de most, hogy eltelt egy év, és azt igazolja, hogy azt tucat, azt bárki tud csinálni. Aha. És én magam mondtam azt a vezetésnek, hogy én nem szeretném tovább csinálni azt az esti műsort, mert engem már a saját celebjeink untatnak, őszinte leszek. Már mindenki mindenkivel mindenhol mindent csinál. Celebet említette.
Önt én nem tekintem celebnek. Én sem magam. Tudja, ki a celeb Ferenc? Megmondom, a celeb az, akiről tulajdonképpen valójában nem is tudjuk, hogy ki ő. Tehát, ha megkérdezik, hogy kit tisztelhetek önben, mi a foglalkozása, mi a teljesítménye, akkor nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy hol szerepelt, meg melyik műsorban milyen jó pofa volt, vagy nem, vagy milyen hülye volt. De az, hogy mi az, amiért ő kivívta a figyelmet, azt nem tudjuk megmondani. És sajnos sokszor ők képviselnek sok mindenre. Most már csak ők képviselnek, mert szórakoztatni kell, és ehhez szereplők kellenek. Ahhoz először föl kell őket pörgetni, és fönn is kell őket tartani az érdeklődést. Azt pedig csak a magánéletükkel tudják fönntartani, mert ugye teljesítményre ritkább esetben nincs. Ezért tulajdonképpen a bulvár sajtó összedolgozik ilyen tekintetben. Ez nagyon jól van amúgy kitalálva. Szereplőket kell gyártani. Ezért nagy a fluktuáció, mert két évente új figurákat kell felépíteni, aztán azokat elejteni, aztán hozni másikat. Tehát tulajdonképpen szereplőket találnak ki. Mintha olyan, mintha civil ember lenne, igen. De azért ő egy szerepet játszik. És ez kell a mai nézőnek? Hát szerintem nem ez kell, és én mindig nagyon élesen is fogalmazok, amikor előadást tartok, hogy van egy távirányítójuk, azon van 91 néhány csatorna, tessék szíves lenni használni azt a rohadt gombot, és kikapcsolni, amikor olyan van. Én tegnap is két olyan műsorra bukkantam egyébként a közszolgálati televízióban, amiről azt mondtam, hogy ezt kikérem magamnak, ilyen színvonalon nem lehet csinálni. Szóval vannak jó műsorok, de minden hülyeséget nem kell nézni, mert azzal igazolják a televíziók döntései. Én több interjút is olvastam, amikor készültem erre a beszélgetésre. Teljesen egyértelmű, hogy szakmai, etikai és erkölcsi dolgok mennyire fontosak az ön életében. Nekem nagyon. Ettől én egy ilyen nehéz fajsúlyos lány lettem sok ember szemében. Igen. Ez a fajta mentalitás útközben jött, vagy menet közben indult el önnél, vagy társul az emberhez, vagy csupán neveltetés kérdése, vagy teljesen tanult magatartás. Van benne tanult magatartás. Ez nagyon jó észrevétel. Annyi interjút, és annyi emberi sorsot, és annyi történetet, és annyi helyzetbe kerültem pont azért, mert rengeteg műsorom volt, rengeteg emberrel volt kapcsolatom, hogy kialakult egyfajta etikai norma bennem. Ez is benne van. De az is benne van, hogy én mondjuk világéletemben ilyen igazságért küzdő lány voltam. Nagyon sok problémám volt a gimnáziumban is. Tehát ez az a megmondó lány voltam, aki mindig kiállt a gyengébbekér, az elment az ételosztásra. Tehát bennem van egy ilyen igazságért való harc. És tanult magatartás is lett az utóbbi években, mert nagyon szisztematikusan hangot is adok ennek bizonyos helyeken, anélkül, hogy politizálnék, mert azt az egyet szeretném mindig elkerülni. Nehéz. Nehéz. Én is, amikor indítottam ezt a műsorra, azt mondtam, hogy rengeteg ember szeretnék meghívni, ha lehet, kivéve a politikusokat, de ahogy a habitusomat ismerem, nem tudom lehet is elkerülni, hát egy-két politikus ne jön ide. Igen. Tehát ebbe is valahol van közös vonásunk. Térünk át a ridikülre, mert azt rengetegen nézték Szlovákiában magammal együtt. Ön egyszer azt találta mondani, hogy a ridikül egy eutanázián megy keresztül, és független attól kivezeti a műsort. Így igen, volt? Igen, amikor a ridikült elindítottuk, akkor megint egy ilyen szünet volt egyébként, hogy éppen egy-két éve nem volt, ugye akkor a Magyarország szeretlekben én már régen benne voltam, az egy szórakoztató műsor, színes szagot. Hát már az eutanázián, már a Magyarország szeretneknél, már azon is túl vagyunk az eutanázián szerintem. Tehát az már, az mindennek a teteje, hogy még az megy ebben a formájában, ami van. Tehát, hogy egy műsornak van egy élete, ezzel ezt akarom mondani. Tehát amikor a Ridikül elindult, akkor az egy friss dolog volt, az egy talk show volt, az egy eredeti formátum volt, és abból én 500 adást megcsináltam. 500 egy műsor életében az nagyon nagy szám. És már akkor ráncfelvarráson kellett volna átmenni. Tehát én már akkor azt mondtam, hogy egy picit nem lehet ugyanazokat az embereket mindig ugyanazzal a témával, vagy tehát nem lehet állandóan ugyanazokkal beszélgetni. És valahogy nem, el voltak kényelmesedve, a pénz jött, munkát nem kell beletenni. Ja, nézettség volt. Nézettség volt. És amikor én eljöttem, és nem, nyilván az is benne volt, hogy csúnyán csinálták, de az is benne volt, hogy elfáradt a műsor. Onnantól kezdve egy mély repülés van. Az egy üzleti vállalkozás ma már, az nem műsor készít. Van egyfajta
törvényszerű, kreatív kimerülés? Szerintem ugyanolyan élete van egy ilyen műsornak, mint mindennek. Tehát van egy, meg korszerűség kérdés. És tehát talk show az egy örök műfaj. Ez olyan, hogy mindig azt mondom, hogy én megőrülök, amikor azt mondják, hogy de hát még van téma. Hát könyörgöm, hát Shakespeare vagy az Antigone ugyanarra épül. Mindig az ember, a szeret, az konfliktusban van, a halál, az árulás, a pénz. Ugyanarról szól Shakespeare, ugyanarról szól az Antigone, ugyanarról szólnak a görögök. És ugyanarról szól az én életem, az én gyerekem élete. Újból és újból és újból, csak más szempontok szerint. Az nem mindegy, hogy hogy csinálja meg valaki. Én azt látom, persze nyugodtan cáfoljon meg, ha ebben nincs igazam, hogy egy értékteremtő tolsó jellegű műsor hosszabb idő alatt találja meg a közönséget, és igen, a sikerhely is nagyobb időkkel. Bizony, lassan kell bevezetni, és lassan futnak rá, tehát nagyon sok munka, ezért mondom azt, amit mondok, hogy nagyon sok munkát kell beletenni. És ma a gyors sikerek ideje van, látványos legyen. Egy talkshow nem tud annyira látványos. Ha 2-3 percenként nem történik már a talkshowba is valamilyen kijelentés, valamilyen szenzáció, akkor már attól rettegnek, hogy elkapcsolnak. Szóval nehéz dolog ez most. Úgy látom, hogy van különbség a régi műsorok és a mai műsorok között, hiszen még én emlékszem, ön is bizonyára emlékszik Vitrai Tamás műsor, csak az Ülök és mesélekre. Ott azért eléggé lassan mentek, most talán a századi idő alatt kell elmondani azt az információt, amit akkor kaptunk. Miért van ez? Sokkal gyorsabban kell kommunikálni, sokkal pontosabban kell fogalmazni. Tehát én is, amikor látja, kérdez, hajtom, mert azt érzem, már vágok a fejembe, hogy kérdezett valamit, már 3-4 felé elindult a gondolatom, de tudom, hogy néhány perc múlva vissza kell adja magának a szót, ahhoz, hogy egy beszélgetés pörögjön, én nem mesélhetek sokat, mert maga jön. Igen, és pontosan amikor én jövök, vannak kérdések elkészítve, de ahogyan beszélgetünk, egyre másra vetődnek fel bennem a kérdések, amikor ön bejön. Szóval jó, mert akkor figyel arra, amit én mondok. Az a jó műsorvezető, aki egy idő után arra figyel, amit a másik mond. Hát nem arra, amit elhatároz. Van egy elhatározásunk, azzal indulunk neki, de ha jobbat mond a műsorba a meghívott vendégem, akkor azt el kell dobni, és arra kell figyelni, pontosan amit ön mond. Pontosan figyelem, hogy ön mit mond, és arra próbálok kérdezni, és belekérdezni, hogyha nem haragszik érte. Nem, én simán. Több filmes szakembertől és tévészakembertől is hallottam, hogy mindenki nagyon már a következő tévés generációra, de valahogy nem akar jönni. Új Jakub Csek, Frey Tamás, Kepes Friderikusz. Engem ez érdekel, ez a jelenség, hogy háttérben mi áll? Hát egyrészt van egy kulturális háttere ennek, a mi generációnk még nem leszek népszerű, műveltebb, vagy tájékozottabban indult neki ennek a szakmának. Tehát egyikünk sem jelenség figura volt, hanem sok műfajt ki kellett próbálni. Nekem is, a Freynek is, a Schwabinak is. Tehát nem véletlen, hogy ez a generáció egyrészről külföldön tanult, és hazajött. Tehát volt egy nemzetközi tapasztalata. Másrészt mindenki valamilyen módon más hivatásból jött ide. Tehát nem ez volt. Mindegyikünknek volt egy szakmája valami. Egy másik egyetemen, tehát mindenki végzett valahol egy egyetemet, és a televíziózást nem főállású televíziósként kezdte. Ezért van mit mesélnünk, van miről beszélnünk. Akik most kezdenek, azokat beteszik egy skatujába, és a büdös életben onnan a lábukat nem fogják kitenni. Tehát nem tudnak kipróbálni több műfajt például. De azt is látom, hogy a maiak, tisztelt a kivételnek, mert mindig a kivétel, nem hivatásként tekintnek erre az egészre, vagy talán egy olyan ugródeszka jól jön, és aztán megyünk a világból. Ez így van. Nekem ez a legfájdalmasabb felismerésem, hogy én ezt hivatásként választottam. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, pozitív legyen, pozitív ennek a gondolatnak a vége. 30 év az már egy hivatás, tehát én azért kimaxoltam, hogy így mondjam ezt, de hát nem itt van még a vége. Amikor az ember ennyi energiát beletesz, pozitív értelemben is mondom, azt szeretné az élete végéig csinálni. Úgyhogy igen, a mai fiatalok ezt már kalandként fogják fel. Lehetséges, hogy ez a műsorvezető tömegtermelés, mondja. Lehet, hogy rosszul fogalmazok. Igen. Miért nem jutnak oda azok, akik éppen megérdemelnék, vagy éppen tehetségesek? Hát nem tudjuk. Az az igazság, hogy nagyon kevés fiatal van. Én nagyon megküzdöttem például, az egyik konfliktusom az volt a Ridikülben, hogy miért nincs gyakornok. Tehát, hogy miért nem hozunk oda
a közszolgálati televíziónak például az is dolga lenne, hogy kineveljen újakat. Rengeteg ember ott van, ott lebzsel, de én nem látom a képernyősöket, hogy mondjuk egy idősebb át tudná adni a fiatalabbnak azt, amit tud. Tehát én se tudom, nincs körülöttem olyan. És a Jakubcsek Pluszba se volt olyan tanonc, akit oda hívhattam volna, mert ennek jogi útja van, és valamitől ezzel nem bíbelődnek ezek az intézmények. Úgy tudom, és egyszer azt mondta, hogy nem tud szenvedni. Inkább igyekszik mindig megtalálni a jót, és keresni annak kiváltókát. Igen, abban a pillanatban, hogy látom, hogy valami hanyatlik, én magam engedem már el. Tehát nem tudok olyasmiért küzdeni, amin látom, hogy sokszor van olyan, hogy én még látok benne fantáziát, de látom, hogy már mások elengedték a kezét, műsor, stáb, stb. Ezeket azért megszenvedem, de az elengedést azt már nagyon jól csinálom. Lehetséges, ebből adódik az, hogy időnként meg tud újulni, és újra-újra a régi Jakubcsek Gabriel látni? Hát most is új dolgokon töröm a fejem. Tehát most látom, hogy most az, amit én úgy szeretek, és amiben hiszek, arra most nincs kereslet. Nem rám nincs, arra műfajra nincs. Aha. De miután én azt tudom, ezáltal nekem most másban kell törni a fejem. De volt már ilyen háromszor-négyszer az életemben, és az megszülettek a könyvek, megszülettek az előadások, megszületett ez az, amaz. Tehát most is valami olyasmi kell, ami tartalmat kell gyártani, de ha nem ott, akkor máshol. Tehát igaz az, hogy csak előre tudok nézni, meghalnék, ha nem lennének terveim. Igen, nekem mindig van valami tervem. Most milyen terve? Most is van egy tervem. Én most jó, hogy erről beszélgettünk, mert pont azt mondtam, hogy milyen kár, hogy Budapesten nem nyit egy idősek otthonát, de ez a B-terv, tehát a B-terv és az élet B-oldala, ezzel szerintem méltatlanul nem foglalkozunk, és ez már 40-nél elkezdődik. Tehát biztos óba fognak inteni a marketing szakemberek, hogy nőként ne mondjam azt, hogy az élet B-oldala, de ha hozzáteszem, hogy az élet B-oldala 40 fölött kezdődik, akkor azt mondom, hogy pont a felét még be kell valahogy jól élni, és az engem nagyon izgat, hogy azt nőként, férfiként, szakmailag valahogy erre az emberek nem készülnek fel. Hogy mit fognak csinálni majd 40, 50, 60, 70, 80 évesen. Amikor 40 éves voltam, és a helyi Esperes plébános, amikor köszöntött be a 40 éveseket, azt mondta én nekem ment külön, no, most jól hallgass meg, mit fog mondani. Hát oda is figyeltem, hogy mit fog mondani, és azt mondta, hogy hát, megettétek a kenyeretek javát. Fú, mondom, 40 éves koromban, hát mi lesz, ha megérem a 60-at? Hát tehát mindig újat kell csinálni. Tehát az a jó, mikor nem arra gondolunk, hogy 40 éves, 6 megettő kenyerünk javát, hanem próbálunk tovább tervezni. És önt sose érintettem a kiégésnek a szállat? De most megérintett. Vagy a réme? De az utóbbi egy-két évben megérintett, de azért, mert azt látom szakmailag, hogy nem épül a szakmánk, hanem egy üzleti vállalkozássá vált csak. És ez nem jó. És ez engem elkeserít. Én azt gondolom, hogy ne legyünk szamaritánusok, ez egy üzleti vállalkozás, ez biznisz, a reklám az életünk hasznos és jó része, de nem lehet valamiből csak kivenni és nem visszarakni. Tehát én egy picit úgy érzem, hogy ennél egy picit tágabb látókörben kellene a televíziózással bánni. Tehát persze legyen üzletileg rentábilis. Ezért bosszant az, amikor azt látom, hogy milliárdok a másik oldalon a köztévében meg kifolynak. Szóval én az aránytalanságokkal vannak bajaim, és ezért ez... Tehát amikor otthon ülök, én mindig azt mondom a környezet, ha én otthon ülök, és kapcsolgatok, és nincs bennem az, hogy az Úristen itt mérő csinálja meg ezt a műsort, én akartam volna, akkor az régen rossz. Azt megérzi a család is? Ők értik, nem nagyon nézünk tévét. Ezt hozzá kell tenni. Én csak szakmailag nézek tévét, vagy filmeket nézek, de szakmailag nyilván, ha valamilyen olyan esemény van, mondjuk egy választási periódus, akkor nézek televíziót. De egyébként, ha egy-egy új műsor elindul, szakmailag oda kapcsolok, de nincs tévénézés, inkább tévékapcsolás van, de nincs olyan, amit irigyelnék. Na, a szó legszorosabb értelmében. Ez jó. Ilyen hosszú karrier, amit maga tudhat maga mögött, mi volt a csúcs? Vagy lehet mondani olyat, hogy volt
az, igen, amit ön csúcsnak tart? Hogyne, abszolút. Mondjuk inkább a televíziózást mondom. A televíziózásban nekem a TV2-n az a 10 év, az mindenhogy és közben a Danubius Cappuccino, az igen, biztos, hogy a pályám egyik meghatározó 10 éve volt. Tehát egyszerre voltam reggel a leghallgatottabb rádió műsor egyik műsorvezetője, és egyszerre voltam este, mondjuk akár a Most vagy Soha, akár a Multimilliómos, akár a Jakubcsek show, akár a Lucifer, akár a Mokka, tehát hogy ez mind olyan fémjelzett műsor volt, túl az egyedieken, amiket még felsoroltunk, hogy az biztos, hogy az a 10 év a legnagyobb, hogy mondjam, a csúcsa volt a pályámnak, de szakmailag azért nekem ennél voltak, hogy mondjam, jobb, még jobb időszakaim, tehát azért utána elmentem kisebb csatornákhoz, és most én az ATV-t is odasorolom, hogy a Jakubcsek Plus egyébként, bár csendesebb sikerrel, mert más időpontban másoknak más csatornán szól, de végül is egy kerek egész történet. Áruljál már nekem, hogy hogy lehet reggel a csúcson lenni, és este is a csúcson. Hát én abba belerokkantam, szóval az azért egy olyan időszak volt. A nőként nem véletlen, hogy látja, nőként nem nagyon, nincsenek a Morning Show-ba női műsorvezetők. Ja. Azt nem lehet bírni. Azt nem lehet bírni. Hát én emlékszem, hogy épp hogy kitámolyogtam délbe, összeszedtem magam, átmentem a TV2-be, volt egy órám, másfelem, hogy összeszedjem magam, közben a gyerekeknek telefonáltam, szerveztem az életüket, és már indultak a felvételek. Olyan vékony voltam, hogy elfújt a szél. Szóval én emlékszem, hogy egyszer mentem be a Friderikushoz vendégnek, és azt mondta, hogy úristen, hát magának a átlátni a bőrén, olyan fáradt voltam. Tehát amikor az ember 6-8 évig nőként 4 órákat alszik, meg 5, azt nem lehet sokáig csinálni. Ezért volt az, hogy azért csináltam én csak 4 évet a Cappuccinóból, mert egyszer csak a 4. év után el kellett döntenem, hogy életben maradok, vagy nem. És akkor én kértem, hogy hadd járjak be. Tehát nem akartam föladni, de hogy a mindennapi rádiózásból hadd lépjek ki. De ebben nincs kecmec. Ez egy formátum, és ebbe az angolok sem, meg egyik kereskedelmi rádióba se engednek abból, hogy akit csináljanak, minden reggel ott kell lennie. És mit szól a család, vagy a gyerekek, hogy a Emma? Az Emma akkor még nem élt. Aha. Az Emma utána született meg, jócskán, hisz azért nem volt Emma, mert így éltem. Tehát nekem azért nem születtek meg a gyerekeim után, az első kettő után nagyon sokszor, mert egész egyszerűen nem tudtam teherbe esni, vagy ha teherbe estem, nem tudtam megtartani. Tehát azért ez is benne volt a dologban. A gyerekeim megszokták, ők ebbe születtek bele. Tehát nekik az, hogy a mamájuk, tehát most is fölhívtak, hova mész, ide jövök. Tegnap hol voltál ott, szemük nem rebben. Azt se tudják tulajdonképpen, hogy már megszok. Tudnak vele élni valójában. Az egyáltalán nem érdekli őket. Nem. Ez a része nem érdekli őket. Tehát nekik ez olyan rutin munka, amit én csinálok már. Ők ebbe születtek be. Egyszerűen megkérdezte Andi Vajna, hogy milyen műsort szeretne csinálni. És igen, milyen műsort szeretne még csinálni. Jaj, nekem most van tervem. Csak nem is tudom, hogy szabad elmondani, de mindig úgy vagyok. Négy szem közt vagyunk. Négy szem közt. Engem mindenképpen most az érdekel, hogy a generációk miért nem értenek szót egymással. Határozott és pontos műsorstruktúrám van. Megírtam, házaltam vele az ATV-nél. Most azt mondták, hogy tökre tetszik nekik, de ők most nem indítanak talkshow-t. Oké, hát most házalok tovább. Tehát én tudom, hogy mit akarok csinálni, meg is írom, amit akarok csinálni, és ki is tudom találni, amit akarok csinálni. Tehát nem várom, hogy valaki bennem gondolkozzon. Én megteremtem a saját tartalmamat, de engem most egy generációs talkshow izgat. Sajnálom, hogy az időnk nagyon véges ma, mert tudni kell, hogy megyünk még egy beszélgetésre tovább, és azt is tudni kell, hogy amikor fölhívtam önt, első szóra jött, hogy egy megsegítő akcióról van igen, szó. Igen, reméljük, hogy ez ma sikeres lesz. Sikerülni fog, és sikeres lesz, de azért még egy-két kérdés, hogyha megenged. Ki volt a legjobb riportalany önnek? Ilyenre sose tudok válaszolni. Az esetek többségében én jobban szeretek civil emberekkel beszélgetni, mint közismertekkel. A közismert emberekkel már mindenkivel beszélgettem, de az nem azt jelenti, hogy mindent tudok. Tehát mindig az az izgalmas, hogy ők hogy látják a világot. Azokkal jó beszélgetni, akik akárhányszor leülnek az emberrel, mindig mondanak valami újat. És ez nem...
Tehát nem tudok olyan, sok olyan csalódás is van, amikor valakiről azt mondja, hogy milyen jó pofa, aztán egyáltalán biztos, hogy jó riportalány. Mennyit ad magából? Tudom, hogy volt, azt hiszem, riportot csinálta, verekedős filmek ismert személyes. Hogy, Bud Spencer. Igen. Na, hát ő például nem egy jó riportalány. Nem? Tehát egy csodálatos dolog volt kimenni Rómába és vele találkozni, de ő egy civil ember, és ő egyébként nem is színész. Tehát ugye nagyon sokan tudják, hogy ő egy vízipólós volt, és ráadásul a szövegeket se tudta megtanulni. Tehát a táblán mutogatták neki azt a pár mondatot. Nem lehet, mindig egy mondatokat mond. Egyszerűen képtelen volt megtanulni. Egy nagyon helyes, akkor már majdnem 80 éves, 70-valahány éves voltam, amikor én találkoztam vele. Ő ezt az egészet úgy fogta fel, mint egy ilyen brahit. A figuráját nagyon jól el lehetett adni, ráadásul a felesége volt a menedzsere. Tehát ő egy igazi outsider volt. Aha. Érdekes a története, de nem ő az igazi jó riportalany. Aha. Én valahogy egyszer megjegyeztem, amikor kicsi szünet volt a tévében, hogy nem is a képernyő hiányzik, hanem a mondandója. Igen. Ez a lényeg, hogy azt átadhassa. Én hogy értelmezzem? Ön szeret beszélgetni, utána földolgozza magában, igen, lelkileg, igen, viszi haza utazás közben, igen, és utána ezt valahogy át tudja adni. Igen, abszolút át tudom adni. Ezekből lettek az előadásaim, és meg azokból a történetekből, amiket én átszűrök magamon. Tehát a könyvek is ebből születtek, hogy nagyon sok olyan történet él még bennem, ami nem jön ki egy tévéműsorba, és akkor született meg az első könyv is, és azóta most írom a következőt. És valahogy ez most már lételemem lett, hogy amit nem lehet elmondani tévébe, azt el lehet mondani könyvbe, és azt még színesebben lehet előadni egy-egy ilyen előadás alatt, vagy találkozó alatt, amikor az ember a közönséggel is találkozik. Hogy gondolt, amikor azt mondta, hogy ön a szereplés szót nem nagyon tudja elviselni? Én nem vagyok egy szereplős, én ezt munkaként élem meg. Tehát én a civil életben lehet, hogy szórakoztató vagyok a barátaimnak, de én tudok ugyanolyan unalmas is, hogy kiválóan tudok hallgatni például. Ha valaki engem nem érdekel, én olyanokat hallgatok egy társaságban, hogy csuda. De tehát én önmagáért nem szerepelek. Tehát én két dologért szerepelek, mondjuk egy show műsorban, a huncutkodásért és a pénzért, így ahogy van. Vagy pedig elmegyek, vagy pedig a saját műsoromba, de ott azért megyek be, hogy mondjak valamit, nem azért, hogy szerepeljek. Tehát ha nincs mit mondanom, akkor nem nagyon megyek el. Tehát akkor én is jól értelmezem. Ma én nem szerepelek itt, hanem akarom, hogy ennek a műsornak mondani. Igen, valami, igen, hagyjak nyomot azzal, amit mondok, legyen tovább gondolva abnak, aki hallja. Még egy utolsó kérdés, hogy nagyon tudatosnak tűnik a táplálkozás terén. Nem vagyok annyira tudatos, mint amennyire nagy a szám. Tudom, hogy mit kéne csinálni. Az érdekel, hogy mit kéne csinálni, amit néha sikerül is. De nem mindig. Az arányokat próbálom megtartani. Ma, amikor jöttem el, akkor a kislányom éppen 20-szorra emelte meg a lábas fedelét, és nyitotta ki a hűtőszekrényt, és bontotta ki a nem tudom mit kamaszként. És akkor mondtam neki, hogy most álljunk meg egy pillanatra, mert most azt látom, hogy elindult a pót cselekvésként evés, és dehogy miért mondasz ilyet? Mondtam, hogy jó, akkor azon gondolkozzunk, hogy mikor vagyok jobb anyukát, ha szólok, vagy ha nem. És így hagytam ott. Szóval megpróbálok egy picit jól felfogott érdekből gondolkozni azon, hogy a táplálkozás mennyire fontos. Azt látom, hogy ahogy az ember változik nőként 40 éves kor fölött, főleg amikor idősödik, egyre kevesebbet kell lennie, és egyre többet kell mozognia. Ahhoz, hogy én mozgékony maradhassak öregkoromra. Aztán lehet, hogy hülye leszek és futok, de tehát még ez is lehet, mert ugye kettő közül választhatunk, hogy vagy okos és nem tud mozogni, vagy sajnos meghűlünk és futunk. Szóval valahol a természet valamit el fog venni, az biztos. De megpróbálok erre figyelni. Voltam én lébőt kúrán, ugye ma már nem tudom megcsinálni, tehát tudom pontosan, hogy nem tudom megcsinálni. Próbálok így egy kicsit figyelni. Mindig van valami az autómban, amit lehet enni, de az lehetőleg alma legyen, ami föl van vágva, meg spárga salát, meg egy túró rudi, meg egy... Tehát, hogy úgy igyekszem ésszel, de ha én tehetném, akkor pogáccsán élnék, ami meleg, és csak tésztát ennék. Kedves Gabriella, nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy tudjuk még folytatni, mert rengeteg kérdés. Jó, persze. Ha
ön is úgy érdéke, hogy érdemes eljönni ide Nácegre beszélgetni, akkor bizonyára. Én nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm. Hozzám, és beszélgettünk, és örülök, hogy újra találkoztunk, és úgy látom, hogy egészséges, minden rendben van, mosolyog, és ezt kívánom, hogy még nagyon sokan mosolyogjon tévén keresztül. Hát én sokszor látom önt a tévébe, maga kevesebbszer minket, de ha eljön, akkor többször fog látni benne. Köszönöm szépen.